A kékmezes HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata a Fehérmezben játszó Budapest Honvéd MFA 2 csapatát fogadta az NB3-as labdarúgó bajnokság középcsoportjának 29. fordulójában. Rögtön a találkozó harmadik percében Kirtner Krisztián ugratta ki Szabó Dominikot, akinek centerezését a kapus kiütötte. 3 perccel később Kocsis Dominik lőtt a Kozár Michelini kapu mellé. Nem sokkal később ígéretes támadást vezetett Jelena Richard együttese. Kozics Barnabás passzolt Kirtner elé, de megtört a lendület, és nem sikerült gólra váltani a lehetőséget. Rögtön ezután Kozics remekül tálalt Szabó elé, aki nagy helyzetben közelről a kapu mellé belsőzött. A 14. percben egy kiugratást követően a középre visszapasszolt labdát Török Kevin úgy lőtte meg, hogy ez végül a gólvonalon álló egyik vendégjátékosról pattant a kapuba. Gyanúsan lesnek tűnt az eset, de a játékvezető érvényesnek ítélte meg a találatot. A 16. percben Fenyvesi Olivér cselezgetett baloldalról befelé, majd 17 méterről kapura lőtt, Berla Attila azonban szögletre ütötte a labdát. Kicsivel később ismét Fenyvesi vállalkozott, ezúttal 18 méterről leadott lövése szállt a kapu fölé. Majd egy 23 méterről leadott vendégkísérlet került el a Kozár Michelini kaput. A 22. percben Kocsis Dominik 13 méterről a Kozár Michelini kapu mellé tekert. Pár perc múlva Vajda Roland az alapvonal közeléből végezhetett el szabadrúgást, melyet a Honvéd kapuja fölé lőtt. Aztán Kirtner Krisztián távoli lövése szállt a felső léc fölé. A 34. percben egy 20 méteres lövés elkerülte Matesz Kornél kapuját. Egy perccel később Kocsis Dominik vezette a labdát Mateszra, a Kozár Michelini hálóőr jól jött ki, a támadó kisodródott, végül nem tudott kapura lőni. A 36. percben 24 méterről végezhetett el szabadrúgást Bocskai Bertalant, mely után a labda a kapu mellé szállt. Rögtön ezután veszélyes akciót indítottak a vendégek, de egy beadást követően végül felszabadult a kapu előtere. Az első félidő hajrájában Kozics Barnabás baloldali szöglete után a megcsúsztatott labdát Szabó Dominik próbálta kapura lőni, de egy védőről szögletre pattant a labda. Majd Kocsis Dominik iramodott meg egy kontratámadás végén, de Kirtner az utolsó pillanatban szögletre mentett előle. A 45. percben aztán László Dávid jobboldali szögletét a hosszú oldalról Kerezsi Zalán fejelte a Kozár Michelini kapuba. A második játékrész elején egy vendéglövés került el a házigazdák kapuját. Az 57. percben Kirtner Krisztián 13 méterről lőtt a kapu fölé, majd László Dávid távoli lövése ment el centikkel a kapufa mellett. A 66. percben Németh Barnabás passzolt Kerezsi elé, aki tolt egyet a labdán, majd lőtt, a kapujából érkező Matesz szépen hárított. A 71. percben Csomós Dominik beadása után védője szorongatásában Csernik Zsombor fordult kapura, közeli lövését Bencen Leitner Barna blokkolta. A szöglet után Szabó Dominik távolról lőtt a Honvéd kapuja fölé. A 75. percben pedig egy kontratámadás végén Németh lőtt a hosszú sarok mellé. A mérkőzés hajrájában baloldali beadás után László kapás lövését hárította Matesz. Majd László jobboldali szabadrúgása veszélyesen érintés nélkül ment el a Kozár Michelini kapu előtt. A 91. percben pedig Kirtner szabadrúgását ütötte ki Berlai. Ez volt a találkozó utolsó helyzete. A jó iramú hajtós első félidőben megpróbált dominálni a HR Rend Kozár Michelini csapata, de nem sikerült gólra váltani a helyzeteket. A Budapest Honvéd fiataljai jól kontráztak, korán vezetéshez jutottak, és lélektanilag a legjobb kor a félidő vége előtt egy szögletből megduplázták előnyüket, beállítva ezzel a 0-2-es végeredményt. Összességében a vendégek rászolgáltak a 3 pontra, megérdemelt győzelmet arattak Kozár Michelinben. Fájdalmas mérkőzésen vagyunk túl, itt már harmadszor kapunk ki 2-0-ra, és minden héten arról beszélünk, hogy sokkal több volt a mérkőzésben, hát ez ugyanez ez a mérkőzés is. Tehát amíg kiadjuk a helyzeteinket és nem rúgunk gólokat, addig sajnos ez vár ránk. Mert hátul sajnos mindig belehibázunk, és előre is. Igazából ezekért a mérkőzésekért is hoztuk létre ugye ezt a felnőtt programot, illetve a második csapatunkat. Egy igazi felnőtt mérkőzés volt, szűk pályán egy csimbum cirkusz alakult ki, folyamatos bruszt, folyamatos párharcok voltak a pályának minden területén. Örülök, hogy ebből ezek a fiatal srácok győztesen jöttek ki, és megérdemelten
nyertük meg a mérkőzést.